kicsi játék, amire vártam már évek óta. Need for Speed World beütéssel, illetve Project Cars fejlesztői kezdték el csinálni. Úgyhogy indítom és aztán teszteljük a dolgokat. És húházok, hogy mi a helyzet. Elvileg már minden le van töltve. Hangerő is be van állítva. Azt mondja, hol azt én? Még DirectX-et telepítesz, rohadjál meg! Jó, akkor addig belőjük a csetet. Microsoft WC Redis Package Install 4x3. Fasza. Ez ilyen sokat telepít. Akkor ráindítottam a streamet. Na, elvileg mindjárt megvan. Ebben a telefonom csatjébe úgyis elbaszakszok. Már most totál nem látok semmit. Ahó. Elint a játék és az egész OBS elszállt a faszba. Az gyönyörű. Na, először is igazítunk. Nyújtunk. Aztán akkor go vissza a gamebe. Közben ezt is lefrissítem. Lesz hang a játékban. Első indításig semmit nem csináltam. Na, nézzük csak. De az, hogy lemutálja a mikrofont, mi a fasz? Nevem. Legyen space benne. Hát a klubba. Írjam egybe. Jó kérdés, lehet nem is engedi a space-t. Azt mondja, ikon.
Space. Akkor egybeírjuk. Na szava. Great. Jó, de a játéknak nincs hangja. Konkrétan tényleg semmi hangja nincs a játéknak. Az miért van? Egy altabb. Ó, oh, mi a fasz történt a felbontásommal? Hello, hello. Kajak, nincs hangja a játéknak. Most mi a faszomban vagyok? De még a gépnek sincs hangja. Mi a fasz lett nem utána? Jézusom! A izé, lefagyott konkrétan a izé. A hangerő szabályzó. Ez nagyon fos. Jézusom! Mit csinált ez a játék? Kinyírja be az meg a hangkártyát. Ahó. Na, most úgy hallom, pittyeg végre ez a szar. Ez maximum van. Jó, elvileg most már van hang. Most nem tudom a mikrofonnal mi van. De te van kép? Van. Jó. Na, most van valami hang játékban? Játékban én nem hallok semmit, bazd meg. Mert miért nem hallok semmit? Jajjaj. És tudom, hogy kéne itt valami hangnak lennie. Full screen. Igen. High, ultra jó lesz a high. Árnyék is elég médiumra. Ez is legyen high, ez legyen médium. Motion blur az elég low. Ez is médium. Hang. Gyerekek, hangot akarok bazdmeg. Keyboard. Igen, VSA, ez tökéletes. Sebváltó még egyelőre nincs a játék, úgy látom. Lookback az viszont jöhet X-re nekem. Kameraváltás az jó. Az a rádió, az meg a másik rádió. Most elvileg kéne lenni a hangnak. Gamepadom nincsen. Ezt nem akarom elhinni. Ja igen, és a felbontást is, hogy elbassza az egész játék. Vagy csak az OBS van teljesen kétségbeesve. Ja, az Isten itt már. Pedig a fülhallgatónak a hangkártya erre van rárakva a játék is. Jó, most elnyitom a streamet, csak hogy belehallgassak, hogy mi van a mikrofonnal? Rimegy? Jó. Érdekes. Na most, ez nagyon fura volt, hogy kilőtte konkrétan a mikrofont. Jó, nézzük azt a játékot. Indítsunk egy practice-t, mi is. Azzal kezdjük. Ez jó. Itt van-e hang? És nincs hang. És automata váltós. Igen, sokan panaszkodtak, hogy... De... Mi a fasz van? Ez nincs beállítva. Ez... De nem, hát...
van, bazd meg. Most melyik fülhallgatót hallom? A játék nem tudja, hogy hol szól éppen. Jó, szerintem újra kinyitom a játékot. Mert a hülye fülhallgatótól. Az új fülhallgatótól. Nem tudja, hogy most melyik hangkártyán szólaljon meg, szegény. És inkább kilépek. Igen. Elvileg itt van a hang most. A kurva játéknak ordítania kellene. Na, indítsuk újra. A streamet is újra nyitom. Nem a streamet, csak a streamet. Még most négy csatornás izén van beállítva. Hangkeverő. Várjál csak! Itt valami ki volt kapcsolva. Ugye az volt bekapcsolva. Fülhallgató is megy. Nem értem, hogy ez mi volt. Jó, mindig csak újra a streamet. Streamet? Nem a streamet, a steamet. Hol van az a játék? Ja, ki is rakta magát, akkor az is indítja a játékot. Jaj, de imádom, bazd meg. Első lépésig, és már valami szar. Pedig most pont ráérek, úgy látom, holnap nem kell bennem dolgozni. Úgyhogy nyomni fogom, tolni fogom. Mert ahogy a többi streamet néztem, nagyon hajzabb. És van hang. Végre van hang. Na, akkor ezt meghallgatjuk, megnézzük. Hajj ez a Need for Speed World-re nagyon. Meg a Project Cars, ugye azok kezdték el csinálni. Lesznek nagyon durva csapatmeccsek is. Végre egy játékon lesz Subaru is. Nekem kedvenc kocsim. Egyik kedvenc. Na, végre itt a hang. Ja. És most zene is van végre. Na, akkor most nézzük egy hangbeállítást. Ez mehet maxra egyelőre. A többi az maradhat így. Keyboard, space, shift, nitro, enter, asset car. Jó. Na. Utolsó ellenőrzés, odakin. Kép is van, fassa. Minden fassa. Az egy jó kérdés, hogy a játék mennyire lesz hangos. Nekem most jól szól. Na, azért megyünk egy tesztfutamot. Gyorsra. Practice. Amúgy ez is a, ezek a pályák is mind a Project Cars-ba jöttek át ebbe a játékba. Látszik, hogy ők kezdték el csinálni, csak Project Cars-nak nem akartak konkurenciát ezzel a játékkal, mert ez egy ingyenes játék lesz majd. Jó, nem kell ilyen nagy pálya, elég egy pici. Csak tényleg menni egy gyors valamit. Meghallgatom, mennyire hangos a kocsi.
Viszont a másik fele a játékban nagyon haj, az egy World of Tanks-ra például. Ó, egyre ez, oké. Egész jó hangja van a kocsinak. Streamekben nem jött át a hangja. Viszont nagyon árkádos. Nincs jobbra-balra nézés. Hú, el leszek ezzel a játékom álma. Eddig jó. Jó hang van a Verdának. Megijedtem, hogy szar. Csak ez a hülye automata váltó ne lenne. Állj, versenyezbe fogok játszani. Legjobb. Kicsit nagyon árkádos az irányítás. De kép oldal egész jó kezelhető. Jobbra-balra nem tudok nézni, ez a bajom. Nem fogom látni, ki van mellettem. Jól működik a fékpedál is, vagy a fékezés. Tehát van benne egy kézifék. Ez a gyakorlás volt. Igazából azt jelenti, mennyire hangos a játék. Na. Úgy látom, nem volt akadás grafikailag se. Full screen. Szerintem már hagyom így. Motorhang is jó volt, effekt is. Mondjuk az effekt egy kicsit hangos. A rádióban észre sem vettem semmit. Nincs jobbra-balra nézelődés? Ah, gyerekek. Jó, hát még nagyon korai béta. Ma jelent meg. Hát, ezeket ez csak izénél lenne érdekes. Szerintem. Bár ott fene tudja. Speed sensitive, deep zone sensitive. Megnézzük így. Na, és nyomok egy altabot. Ellenőrzöm a telefonomat, nem fogom figyelni közben. De próbálom figyelni közben a csetet is. Majd. Úgy látom, egyre jó a hangerő is. Volt drop? Még nem látom. Nem, nem volt drop, se jó van. Na, akkor chat teszt. Teszt. Megkapom az üzeneteket, jól van. Még ezt lefrissítem, aztán tényleg góljátékba. Na, hol van? De sokan streamelnek ma? Na, go. Toljuk. Hát a hangerő. Tudja a fene. Csak elnyitom a streamemet.
most elég halknak hallom magamat például. Nagyon belejött a mikrofon, mi a fasz? Mit búg ez a mikrofon így? Jó, inkább a játékot veszem lejjebb én is, 25-re, legfeljebb kevesebbet fogok pofázni. Csak menet közben elneszem, ez a szar. Jó, leszorom, akkor legfeljebb nem pofázok. Most úgyis csak első teszt. Na, két kocsim van. Van 2500 kreditem, 500 diamondom, ez a spéci pénz lesz. Mint a World of Tankban gold. 14 nap, 5 napra megkaptam ezt a prémiumot. Na, itt lehet kocsit fejleszteni. Ugye alapból ezt előző többi streamben nézegettem, alapból ezt az osztályt kapja meg mindenki, az A kategóriát. És akkor itt szépen majd lesz az I osztály, ott lesz a Huayra meg a McLaren. És így itt vannak a levelek szintek, itt szépen versenyre kell. De a World of Tankban itt nem izé fegyvert, meg izét kell fejleszteni, itt egy karburátort, meg mit tudom, kipufogót. A vizuális fejlesztések, a matricázás még nincs, de szint már tudnék választani a kocsira például. És akkor itt is level 2 kell a következő szintig talán. Ja nem, az A120-as szintet el kell érnem. Dealer pontot kell gyűjteni minden versenyen. Na, és milyen színek vannak? Aha. Piros. És közöttem forgatni a kocsit. Zöld. Liquid. Royal Blue. Red. Na, ilyen színű legyen. Gondolkodom. Felnét is tudok venni? Aha, de ahhoz is már szint kell. Ezt ki tudnám most lokkolni. Csak azt gondolom, pénzt kell fizetnem. Jó, most megyünk vissza az alapra. Sőt, így, teljes előről. Keressünk egy szint a kocsinak. Most például halknak hallom a zenét viszont. Lehet ez lesz, hogy a zölden gondolkodok még. A madát festem, egyre kezdjük ezzel. Vagy Insta. Oké. Ezeket lokkolni kell. Ez mind lokkolni kell. Egyre csak szint építettünk. Jó. Itt lehet majd tuningolni. Ehhez is ki kell lokkolni a szinteket majd. És a kocsikat javítani kell majd. És azt néztem, hogy egy órát tart egyik kocsi javításra. Úgyhogy minél több kocsid van, annál változatosabban tud kocsit használni. Na, nézzük hányan játszanak. Azt néztem, elég sokan megvették ezt a korai Early Access-t, bétát. Úgyhogy lehet, hogy csak nem kell sokat várni majd. Kinéztem háttérbe, hogy az OBS még bírja, mert olyan furán viselkedik ettől a játéktól. De nagyon egyszerű a játékkezelés, ahogy nézem, nagyon le van egyszerűsítve.
Szóval a sérült kocsit is majd pénzért meg lehet gyorsítani a javítását, de amúgy egy órába fog telni, míg egy kocsi megjavul. Na, azt nézem, és indul is a verseny. És ezek mind játékosok, emberek, élő emberek, itt nincs gép. Na, pont ezen a pályán kezdünk, ahol előbb teszteltem. Na nézzük. Nézzük, mit tudunk. Úgyis akkor ki kell választani, hogy lehet fogadni pénzbe is. Egyre semmi. Most csak egy gyakorló futam. Itt is van, vagy a chat van, csak nem tudom, hogy kell csetelni. Ja, itt, ja, ott van, látom, mindegy. Duda nincs. Jó lenne. Összemaradok a belsőn, ez egész jól vezethető. Valaki belém jött, mint az állat. Aha, és csak gyakorlásban van ideális ív. Rendes verseny, semmi segítség nincs. Furán mozog a tükörbe a kocsi belseje. Ugrál az ülés, úgy látom. Hopp! Az szép volt, öreg. Tébor, a kurva jól vezethető ez a játék. Másra úgyse szoktam nagyon. Még a crewba is keyboarddal megyek. Hopp, összetört a hátsó lámpa. Legyűrni. Elfejtettem, miközben nitróz is lehetne. Nitró? Száva? Na, hol van? Csak behoztuk. Na, és úgy néz ki egy finish. Na, azt mondja, szereztem 305 pénzt, XP-t és A53-as lettem. Az nagyon jó. Igen, és erről beszéltem. 44 percig tart a kocsi javítása. Vagy kifizetem most a... Na, én is nyertem 350-et. Egy 200-ért. Meg is javíthatnám kapásba a kocsit. És ez mire volt elég? Kilokkolni az új tuningot, aha. Meg vizuálba esetleg itt lokkolni valamit. Ó, lesz itt csinálni bőven mit. Jó, akkor ez a kocsi egyre pihenjen. Nézzük a Golfot. Upgrade. Ez is szintén hasonló színek. Ez alapból zöld. Úgy nézem, hogy minden kocsira ugyanaz a szín van? Nem. De. Hát azért majdnem. Ehhez nincs kék például. Sárga Golf. Most ugye ez van az én is. Toyota-n. Piros. Fehér. Fekete Golf. Legyen sárga Golf először. És akkor ez is a felniket. Jaha, egy összeadódik, szóval nem kell minden kocsira külön megszerezni.
Szóval egy kategóriában lehet gyűjteni a pontokat, másik kocsira is tudok fejleszteni. Ez jó pofa. Upgrade, jó, gyere, ezzel is vagyunk egy tisztelt kört. És ugye level 2 kell, hogy unlockoljam ezeket. Akkor lehet, hogy az MX-et is be is játsszuk. Bocs, csak állnak, ki kell néznem. Nagyon idegesítő, hogy a mikrofon ennyire izé búg most, fasz tudja miért. Kép van még legalább, van jó. Csak jó. Most visszaviszik a hangerőt. Hol vagyok? Ja. Na. Folytassuk. És mondtam, hogy zöld, vagy miért nem zöld. Sárga golfot akarok, baszolt. Így. Sárga golf. Egyre más nem fejlesztünk. Mehetünk is. És közben itt javulgat a izé. De már golfra keres versenyt. Csak közben itt nézhetem a kocsik állapotát, a többit. Gondolom, kijön free to play-be ez a játék, akkor nem lesz... Akkor ez például ez nem pénzért lesz, hanem gondolom diamondért lesz. És itt kemény várakozó idők lesznek. Mint újra dobtam, most ezzel akarok csatába menni. Most erre keres játékos, csak aztán jó látni néha, hogy... Hány játékos is vár éppen. Ott. A irányítás az viszont teljesen olyan, mint a World of Need for Speed World volt. Csak nincs free roam, ez tényleg egy kicsit hátrány. Egész jól néz ki a játék. Megkapcsolunk rádiót a játékba. Vagy is kell. Turn off M, erre pedig váltok csatornát. Jó. És be is hívott. Mi ez? San Francisco. Egyre nem kell semmi fogadás, csak teszt. Csak ide lehet csetelni. Enter a chat, aha. Rész megint. 10 másodperc. Látom az oldalsó tükröt. Kéne egy duda, de ledudáltam volna a kurva anyjába.
van. Elfőz a nitrom. Ja, egy nyitott az össznitrom. És ez két körös. Egy más is löki. Hoppa, két fél kieső volt. A kocsinak nagyon fura hangja van. Idegesít az irányítás a kocsinak, de megszokható. Kezdem őket újra beérni. Kösz. Korlát. Igen, és ha nagyon összetudod a kocsidat, akkor kell nagyon javítani sokat. Érdemes befejezni a versenyt úgy, hogy nem töröd szét. Tapad rám a Corolla. Korolának jobb hangja is volt. Az lesz az elsődleges autó, úgy érzem. Kár, hogy elbasztam a nitrómat. Hát megkát, vagy mit csinál a csávok? Ah, ott egy cut van, bassza meg. Hát még ilyeneket nem tudok. Még vége a versenynek. Na, szereztem 300 pénzt azért. Nincsen beszlapom. Na hát. És ez is 40 perc, mire megjavul. Ez még 30. És ugyanannyiba kerül. És nagyon messze a level 2. Azt mondja, rádiók maximum vannak. A motorhangerő nem kell ilyen hangosan szerintem. Vissza korolár. Korolár. Nem tudok beszélni. És már van 98 pontom. Abba a klasszba. Hát messze van még kettes szint. Na, akkor Corollát újra életre keltjük. Hogy versenyképes legyen. Vizuál. Ez például a motorháztető. Aha. Aha.
ne maradjon az alap. Hátsó szár. Igen. Ó. Ó. Meg is maradjon. Jó. Itt voltak a felnik. Amiből több fajta márka van, vagy mi? Gyere, maradt ott minden gyári. Meg a szén, ugye? Ez meg még nincs. Na, de viszont az upgrade, illetve már rendcsak. Ehhez kell lokkolni? Azt még nem érje. Valami fejlesztés, nézzünk be. Jó, ezt ki kell lokkolni, az egyes stage-t. Úgy, és akkor most kéne még külön megvenni hozzá a dolgokat. Plusz a drift gumit. 20 driftelés, faszom. Na, mit vegyünk először? Ez mit fejleszt? Plusz egy top speed, gyorsulás csökkenti, plusz 3 lóerő. Ez is plusz 3 lóerő, ez is plusz 3 lóerő. Top speedet mindenki egy... Azt nézem, mindig ugyanannyit adnak az alkatrészek. Na jó, akkor kezdjük a légszűrővel. Így. És most egyre vigyázzak a pénzemre. Menjünk így. Most már tudom, hogy vigyázni kell a nitróra. Na és milyen gyorsan talált izét, versenyt. Úgyhogy játszanak ezzel. Azért megvették páran ezt a játékot, úgy látom. 3100 forintba került, úgyhogy nem volt egy nagy kiadás. Úgyhogy el leszek én ezzel, úgy látom. És nem rizikózunk egyre, még nem nyerek versenyt. Addig nem. Állok a paraszt. Ez a max speed-em? Vigyázzunk az a nitróra. Gyorsabban úgy tudok menni, úgy látom. Na most jön a trükkös kanyargós rész. Úgy látom ezek a... Bazd meg! Rammogatások mennek ezrével. Az a, hogy ilyenkor sírul meg úgy a kocsiba, az meg, hogy egy óráit kell javítani. Azaz, most kell meglépni a picsába, ezek kilökték egymást. Mennyivel még a célig? Húzzunk el a faszba. Meg a kettőt letudtam. Itt a cél. Behúztam a hatodik helyet. Csak az, hogy megint olyan javítási időm lesz, mint az állat. Ez buzi belém jött. Így van. Megint 45 perc. De aztán maradunk a korolán.
Úgyhogy mivel javítanom ki, úgyhogy csak egy 100-as kerestem, úgyhogy lófasz. Viszont szereztem izé pontot, dealer pontot. Akarnék, tudnék fejleszteni. Sőt, ki lehetne lokkolni a kettest. Aha. Ezt az összes izét ki kell upgrade-elni az előző kategóriába. Gondolkodok, hogy elkezdek szépen építgetni a kocsin. Ez a szál így, ahogy tetszik, azért ezt kialakoljuk. Úgy. És 500-ba kerül anyádat. Nem baj. Legyen. Szépen fejlődjön. Kicsi kocsi. Úgy. És veszünk bele egy felfüggesztést. Aha. Ja nem. Meg kell várni, hogy befejezzen a javítás. Jó. Megjavítsuk. És most meg ki tudtam volna lokkolni mégiscsak ezt a szart. Ó, picsába. És ez mit fejleszt? Driftet? Ez két lóerőt ad. Hetet? Új motor. Top speed plusz 1, plusz 2. Fékezést erősíti. És itt van még ám stage. 6-os szint itt már high nitro, meg ilyeneket kapok. Azt a kurveget. Ó, lesz itt csinálni bőven mit. Jó, mindegy, legyen az új felfüggesztés is. Megfele. Így szép kultúráltan megyünk feljebb. Na. Azt mondja, előbb 6. voltam. Lassan lehetne kockáztatni. Fogadással. Csak nem tudom, hogyha vesztek, akkor mit bukok. Akkor én bukom el a pénzem. Van időm ilyenkor nézelődni háttérbe. Nem sokan játszanak vele, már nem sokan streamelik. Nem baj. Én streamelem. Lehet megy fel YouTube-ra is. Mert miért ne? Go back. Ah, meg közben is indult a verseny. Ez a Tony Dorok, ezt mindig látom. Ez a nagy rammolós. Egyre még nem fogadunk. Már tudok váltani nézetet, jó. Startnál maradunk külső nézetbe. Két külső nézet van, nekem ez kell. Good luck. Az. Good luck. Helyezkedés. Ebbe a kocsiba legalább látom az oldaltükröt. Ne törjük össze Verdát, mert akkor tudnék vele még versenyezni. Javítás nélkül. Jó lett majd kéziféket begyakorolni. Lépjünk meg, mert jönnek. Na, ezt a golfot nem bírom legyűrni, ezt hadd menjen sokkal erősebb. Hol van mögöm? Thank you.
deklarázom. Hú, bazd meg. Nagy csat volt. Meg ezt a negyedik helyen. Itt voltak azok át? Itt hát. Fogalmam sincs, hogy merre megyek. Ja nem, most jöttem jó irányba. Most már vágom. Akkor eddig voltam hosszabb. Az a driftelés elég necces. Van benne jobbra-balra nézelődés mégiscsak. A numerikussal lehet jobbra-balra nézelődni. Akkor elég a VSAD-vel irányítani a kocsit. Tevével meg tudok nézelődni. És a tükrök is faszán mennek. Most fogyottam nitrom. Már megvan a negyedik hely viszont. Szóval nem is elnyitom az autót. Drift gumikkal indult már. És csak meg kell szerelni megint. Gól fogy el. Még 30 perc. Na, lassan fele megvan. A level 2-höz. Gondolom egyre nagyobb szintlépések kellenek. Az új levelekhez. Ja. Azért közben a háttérben nézelődök. Nem bánom már, hogy kijött ez a játék, mert a crew mellett kellett már egy más kocsikázós. És úgy látom, ez az egyszerű. Annyira nem stresszelős. Még el ne kiabáljam, amíg az elején vagyok. Na. Úgy látom, ideig csak a korolám lesz.
Szóval most már tudnék kockáztatni majd. 112 pontom van. Tudnék venni. Chip tuningot akár. Ez plusz 2 izét adna. Jó, levítsuk meg. Tapadás nővel. Fékezés nővel. És itt már nincsen a gumik. Ez nem egy hülyeség. Tapadás növeljen. Azon gondolkodom, hogy ezzel folytatjuk. Mondjuk elég kevés pénzem van, nem? Fejezzük be ezt a szintet. Egyelőre így. És most más nem is veszünk még. Keresünk versenyt. Látom, egy percig kell kb. Várni. Az nem vészes. Közben az ember tud gyújtani, cigizni, sörözni. És még biztos, hogy változni fog a játék. Irányításilag, az sok patch miatt. Mert a gamepadosok egyszerűen nem bírnak vele játszani. Most csak keyboardra lehet igazából menni vele. Még kormány support sincs semmi. Nagyon alap az egész. Veszem nagyon, mert érdekes, hogy olyan játék először, amiben nem a zene ordít, hanem a játék. A zenét még alig hallani. Ezt jól lenne látni kb. Mennyi a várásidő. Ennyi volt, 2 perc. Csak összejött. Helyet meg kéne játszani, most viszont összekezdeni 51 max speed pontot. Jaj, level 2 szükséges hozzá, hogy ezt kiválaszthassam. Jó. Akkor ennyi. Jó, most már egyre jobban átláttam ezt az egészet. Már Subaru vajon a gyerek, hogy mi ez? Toyota. Nem, a Subaru. Rohadjál meg. Hoppá. Nézetet akartam váltani. És már legalább tudom, hogy kell oldalra nézni. Mások is nyitróznak, de szerintem sokan nem tudják, hogy
nem töltedik vissza a litro. Na itt mi a helyzet, srácok? Bocsi. Menjünk arra a Subaru-ra rá. De van. Hoppá. Beférünk? Átment a másik sávba. A második hely. Alakulok. Mondom, egyre több pénzt nyerek így. Hoppá. És falaszt a srác. Mennyire vagyok sérült? Hát azért eléggé megint összetörtem. Pekuka. Ki van elő? Nem is látni, ugye elhúzott a srác. Top speeddel megyek és bónuszt is kapok rá. Be is értem. Jó lesz ez a játék. Kicsit finomítani kell rajta, és semmi baj nem lesz. Azért csak kell szerelni, rohadjon meg. Csak összetörtem. És viszont már 300-as. Azért többet nyertem így. Második helyen. Alakulnak a dolgok. Gondolkodom, lehet, hogy kívülről kéne kicsit hangosítani a dolgokon. Most olyan halknak hallom a dolgokat. Így, hogy levettem a hangerőt. Ez már
fullon van. Hát adok egy kis decibelt a felvetóra. Kettőt. Mindkét oldalra. Azt nem basztatom. Ez maradhat is. Na. Most talán kicsit hangosabb lesz. Hogy áll a golf? Még 18 perc. Jó. Akkor addig azt nem babrálom. Maradunk a izével. Ezt megjavítjuk. Upgrade-ek. Aha, és most már tudnék kettőt is lokkolni. Ez fékezés növel. Ez tapadást. A tapadás elég lesz nekem. Úgy, és meg is veszük az új gumit. Az jó alapom, ezt már megvettem. Bebogolt? Csöppet, jó. Ja. Mi, így bebogolt a játék? Jó, akkor hagyjuk. Jó, teljesen bebogoltottam a játékot, jól van akkor. Szes, megkaptam a jándékba? Ja, ugye itt tartok. Ez volt a fura. Jó, egyelőre. A Bart 500. Ó, oh, statisztikát is mutat, ez meg prémium autó mint. Ezt már most meg tudom venni, csak kurva drága. Sok diamond kell hozzá. Úristen, milyen kocsik vannak. Jaguar. Bentley. Viper. Subaru válaszok ám. Hú, ennek is van egy érték. 14 000 körül Subaru. Azt a kurva eget. Most nézem, hogy erre is kéne pénzt felrakni. Hoppá van. Ki néz neki tuningolni? Pláne, hogy én a Mazdát akarom majd. RX-7. SX. Mini Cooper. Cső. Lesz mit, mire költeni? Ah nem, jó játsz. Na. És meg mindig nem vagyok level 2, ugye? Viszont tudok gumit választani. Tapadás és szélárnyékben jobb vagyok.
Még menütőpont nem látom, most milyen lökhárító van a kocsink. Nem, az alap jól van. Első erőnyblokk. Geci, milyen fasz csináltok? Szétbasszák a kocsimat. Sütés van. Szilárnyékban. Lemaradni. Felakadt. De nem nitrózunk, csak pazarlunk. Picsában nem most kell fel nitrózni. Korai volt még mindig. Hol be van tőle az ablak? Honnan látni. Megelőzöm a végére? És pont nem. GG? Ebben mi volt a GG? Na de látom, törlik az ablak, az üveg, csak még a belsőben nincs megcsinálva. Na. De viszont most már úgy fogok játszani. Annyi pénzt fog mindig hagyni. Amennyi a következő kocsira kell majd. Mennyi kell majd? 1800, és most van 1700, és akkor most ebben a körben nem is költök. Max festésre gondoltam. Váltsuk már ezt a szint. Mennyi kell erre? 140. Ó, sok itt lennének új színek. Ó,
Ezt ki kell lokkolni, ugye? Azt mondom, a fekete még most sincs. Megint bebugolt a játék, úgy látom. Na jó, mindegy. Ez mindjárt megszületik a golf újra. Lassan letelik a 45 perc javítása. Még 7 perc, akkor még egyet megyünk a korolába. Nagyon bebugolt a játék, úgy látom. Most már kocsit tudok váltani. Jó, elvileg korolán vagyok. Biztos azon vagyok, csak nem váltott át a golfról. Mi az Isten került nekem ezért? Ja, javítás. Jó, akkor még azt is bele kell számolni. 1811 pénzt kell félrerakni a következő kocsira. Még két futam, azt ott is vagyunk. Látom, a golf hogy javul. Mennyi idő még? Érdekes, szerintem ilyenkor is lehetne használni a kocsit, csak sérülten indulnak vele futamba. Na most erre még nem is gondoltam. Na majd megnézem a korolát utána, hogy engedje sérülten elvinni majd. Kéne megvenni még a chip tuningot, hogy legyen két top speed-en pluszba. Addig rátok nézel a kocsira? Valami nem, semmi. Fú, az Impreza 15 000-be fog kerülni. A GTR. Ezek még nincsenek a játékba se. Na. Megvan a 8 ember. Fogadni még nem tudok, viszont van tapadásom. Új gumik miatt. Más panul a csávó. Hey, good luck. Gondolom ő is figyeli, milyen nevekkel találkozott már játékban. Na, go. Azt megmondom, oldalra nézek. Aktuális is falazom. Ennyire hátra estem. Faszabb az meg. Nincs porolni a nitróval. De lemaradtam. Még maxon vagyok top speedbe.
blokkolja. És még lök is a gecibe az meg. A kurva szádat. Azaz, lemaradtak jóval. Az MX-öt, ami nekem kell majd. Bocs. Ma finale? Még nem. Ez a finálé. Most kell nyitra. Az igen. Most azért kell javítanom, mert így álltunk le célna. Na, 330 pénz, 150 XP. Cset az kussó? Ja, hál' Isten. Direkt nem javítok. Amúgy mennyi kell a golfnak? Még egy perc. Csak gyorsan szint akartam változni a Verdel. Legyen ez. Ez csak nem került pénzbe. Mám hát. Úgy, és így tudok menni vele? Tudok. Na, lehet sérült kocsival is menni. Már még csak 80%-os, gondolom, hogyha nullán van, akkor nem lehet. Viszont egyre több lesz a szövítási idő. És be is hívott. Na, megint ezen a szarpályán. Maradunk a street gumikon. Mehetünk. Most már zöldben vagyunk, ha jól emlékszem, jó. Ó, hogy áll ez a kamera? Összelökés, te fasz. Jézus, mi van ott elő? A fasz. Mögöttem van valaki? Azzal mi lett? Tehát ők is erősebb kocsikkal jönnek már. Ahogy én fejlesztek, egyre erősebbe kell árak be. Basszad meg. Top speed.
Kajak utolsó leszek, beszarok. Ennyit számít a sérültebb autó? Jó tudni. Hoppá. Igen, azért van egy kis lag, úgy látom. Hoppá, mi van egy gyerekek? A fasz. Vége a verseny. Elkodni az összes nitrómat. Hatodik hely meg is van. Azért csak bevergődtem a hatodik helyre. Érdekes lesz a játék, hogy lesz benne csapatbajnokság. Nagy klánozások lesznek. Na, még mindig 45 perc a jutás, viszont most már 279-be kerül be azzá. Viszont ennek meg, elvileg megjavult ez a kocsi. És mégis fizetnem kell érte? Érdekes. Dolgok ezek. Ja, és itt mutatja a kocsinál, hogy a javítás miatt mennyit csökken a teljesítménye. Érdekes, ez elvileg most meg van javulva, és mégse javult meg. És még egy futam kell az új kocsig. Jó, megyünk egyet a golfra most. De azért veszünk bele valamit. Ó, de várjál már. A golfnál viszont újra ki kell lokkolni a tulingot. Mert csak a korolánál van kilokkolva a dolog. A picsajába, erre nem volt szó. Jó, nem baj. Az is fejlődjön. Nem lokkoltam ki? Ó, megint bebogoltam, úgy látom. Jó, én csinálok egy game restartot. Ez a biztos. Full nagy bugba mentem bele, úgy látom. Inkább újraindítom a játékot, ez a biztos. Hol van? Itt van. Ott kihagyjuk. Na. És most már 100%-os lett a golf. Nem kell rá költeni se. A Corolla az viszont maradt 60.
Na, hogy volt az upgrade-nél? Kell újra lokkol ezt a szart. Így van. Tuning Stage 2. Ja, igen, mert itt már alapom, ez is megvan, ez is, aha. És a golfon még street gumim sincs. Jó, ezt most kilokkoljuk, így van. És akkor veszünk rá egy maniföldet. Kipufogót. Úgy, ennyit fejlesztünk a golfon. A többi pénzt azt meghagyjuk ötkező kocsira. Mehet is. Még egy futam, és mehetünk a kettes szintre. Az viszont akkor tetszik, hogy 40 perc alatt, tök mindegy, ha 100%-osan károsolt, akkor is csak 40 percet kell várni, és nem kell rá pénzt költeni. 45 perc alatt megjavulsz. Bár nem biztos, mert lehet, hogy most 45 perc alatt csak egy 20%-ot javul a kocsi. És igen, ez mutatja a csavarhúzó, vagy milyen ikon. Vagy most bizony a top speedről egyet vesztett, mert nem 100%-os a verde. Mert ott lesz egy trükközés, kinek hogy áll a pénze. Jó lesz ez. Várunk, addig... Most gondolom gyengébbe kellem fog összerakni, vagy gyengébb a kocsim is. Addig bontunk egy sörit. Beakadtuk el, belem. Már megint mibe? Na, és már indulunk is. És ez a Blue Falcon gyerek megint itt van.
Ahó. De imádom bazdmeg ezt a kibaszott szart. Hozzák a kábelezés, elmegy a hang, minden elmegy. Most mi szól? Na végre visszajött ez a szar. De jó, bazd meg. Na, újra nyomjuk ezt a golfos versenyt, mert agyfasz kaptam, mi történt hirtelen. Nyitom is újra a játékot. Ezt kilövöm a kijelzőt. Hol van? Bassz meg, nem látom. Jaj. Mi ez? Játék felvétel, kijelző, nem kell, csak a játék. Mondom, csak a játék, hol lett a játék? Hogy verjen beléd, bazd meg. Na, azért itt van. Hát ez bazd meg. Na jó, a lényeg az, hogy visszajött a hang is, meg a kép is. De most meg miért elnyitom. Fél perc szünet. Kezdek ingerült lenni, baszki. Hihetetlen.
Működik már ez a szar végre. Beszarok be az meg ezen a fülhallgató, mi a fasz van. És kajak nem halok semmit, mi a fasz van. Pedig szól minden, bazd meg. Most itt hallok valamit? Itt se hallok semmit. Ezt nem is értem. Konkrétan a fülhallgatóban nem hallok semmit. Amúgy él. Na jó, nem tudom mi lesz ebből meg, én ezt most kilövöm, valakinek nyitom a streamet hozzá, meglátom, na hali.